számára legtöbbet jelentő költünk, Ady Endre szavaival mondja el most utolsó imáját, és ezzel az imával fohászkodjunk mi is érte. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókat a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Uram, lásd meg te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Életünknek a teleírt könyvét, amiben egy-egy sor, egy bekezdés, egy fejezet, ebben benne vagyunk mindannyian, akik ismertük, akikkel kapcsolatban voltunk, akiket szerettünk. A feltámadás, kedves testvérek, a feltámadásban mi támadunk föl. Nem csak a lelkünk, nem csak a szellemünk, és nem csak a testünk, hiszen a hitvallásban valljuk, hogy hiszem a test feltámadását, hanem az egész személyiség, minden emlékünkkel, és minden kapcsolatunkkal. Nem pusztán úgy, ahogy a görögök gondolták, hogy pusztán a lélek halhatatlan. Nem is úgy, hogy valamilyen átvitt értelemben a szellemünk, hanem mi támadunk fel. Teljes személyiségünkkel, emlékeinkkel, és így az örökké valóságba magunkkal visszük a kapcsolatainkat.